Gyakorlatilag a 4900 méter magasság van egy kis mélyen és elveszi teleki barlangnak. Tehát ott azért akkor a barlang, hogy akkor ott egy medve azért nem ölne föl. Több mint 100 percen keresztül mesélt utazásairól Neszmély Emil hegymászó a Móri Zsigmond könyvtárban. A világ földrészeinek hegycsúcsain átélt kalandjairól a nyíregyházi közönség hallhatott másodszor. A ma már sikeres ügyvéd korában profi kosárlabdázó volt, és bár a sportot abba hagyta, 35 éves korában elkezdett neki hiányozni az aktív mozgás. És milyen érdekes, hogy az extrém magaslati hegymászók ideális életkora 35 és 55. Tehát egyszerűen beleléptem abba a korba, ahol megtalált engem ez a kihívás terület, és úgy önmagát fejlesztve vitte engem gyakorlatilag mindegyik földrész legmagasabb csúcsára. A fájdalmas és olykor megterhelő utazásokról és kalandokról úgy mesélt a hegymászó, hogy ezek egy részét a közönség is átérezze. Ehhez az út során készült fotók nyújtottak segítséget. A Duma Színház tagjaként pedig fontos szerepet kap előadásaiban a humor. Az Everest előadás az országos hírűvé vált, és engem megnéztek a Duma Színház vezetői, és én először azt hittem, hogy egy viccnek vagyok az alanya. Kerestem a kandi kamerát, amikor mondták, hogy hát itt a szerződés, és innentől nálunk fogsz fellépni. Neszmély Emil hosszabban mesél arról, hogyan lett a Duma Színház tagja, a hegymászásról, előadásairól és céljairól a péntek esti Weekend című műsorunkban.